Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az entáborban. Mondjuk el az Om Nam mantrát hétszer. Oh Köszönöm szépen. Nem csak az a fantasztikus, amikor az emberi tudatok együtt rezdülnek, hanem. Amikor közben hallod a madarak énekét is. A madarak mindig tudják, hogy mi a dolguk. Eljön a tavasz, hatalmas, nagy koncert van, eljön a tél, csend van. Az ember gyakran a természet spontán és tiszta működéséhez tér vissza, hogyha a sajátját elveszíti. Miért van az, hogy nagyon-nagyon szeretünk, hegyre mászni, erdőben sétálni, tengerben úszni, folyó nevezni. Van bennünk valami ugyanolyan ösztönös, mint a tábortűznek az időtlen fénye. Érdekes, hogy ezen a Földön láthatóan minden entitás tudja a dolgát, az ember nem. Nekünk keresnünk kell, nekünk meg kell találnunk. Nekünk alkotnunk kell, boldognak kell lenni, szeretetet kell adni és kapni, Máté Passiót kell hallgatni, és a igazgató úr gyönyörű filozófiáját meghallgatni. Az, hogy végre tudjunk sírni egy passió végén, hogy végre valamilyen katarzis bekövetkezzen, amely az addig énünket lemossarulunk. Az ember az egyetlen ezen a földön, aki kimondja, hogy én. Tehát a madaraknak van hangja, az emlősöknek is van hangja, nagyon sokféle hang és rezdülés létezik ezen a Földön. Az ember az egyetlen, amelyik tudatosan reflektál önmagára. Az énség kimondásával megkülönböztetem magam mástól, illetve a környezetemtől. Ha ezt az én fogalmat letisztázzuk, akkor az önképet eloszlatva visszatérhetünk önvalónkhoz hogyha nem tisztázzuk le ezt az én fogalmat, akkor az önkép egyre erősebb és távolodik az önvaló tapasztalatától, az eredeti természetünktől. Ez utóbbi esetben hatalmas mennyiségű szenvedést hozunk létre, ahogy hallhattad Ádám bevezetőjében, a nem látás az avidjá az, amit viszünk magunkkal, és ez az, ami eltorzítja az utunkat. Úgyhogy megköszönvén a bevezetőt, kinek van kérdése? Az volna a kérdésem, hogy egy családban mi a szerepe a fekete báránynak? Hogy az a szerepe, hogy megmutassa, hogy lehet másképp is élni, vagy az, hogy meg is változtassa a családnak az életét? A fekete báránynak az a szerepe, hogy legyen fekete gyapjú. A fehér báránynak az, hogy legyen fehér gyapjú. És a kettőből együtt ilyen nagyon szép szőnyegeket lehet készíteni, vagy nem ez papucsot, hasonlók. Te milyen helyet foglalsz el a családban? Én vagyok a fekete bárány. Oh! <laughs> Mi meglepő. <laughs> Mitől lett a gyapjad fekete? A nővérem, az édesanyám, az anyai vonal teljesen azonos mintát követés. én valahogy más, hogy élem az életemet. Nem bánom félreértés ne csak nem tudom pontosan, hogy mi a szerepem a családomban. Ha nem tudod, hogy mi a szereped a családodban, akkor annak a báránynak nincs színe. Mi teszi azt a bárány feketévé? Igazából talán abból gondoltam, vagy gondoljuk így család szinten, hogy én vagyok a fekete bárány, hogy nem értenek, és én sem értem őket. És mivel ők többen vannak, és én vagyok kevesebben a családomban, ezért, vagy gondoljuk így. De ez a gondolat, ez közös ezek szerint, hogy te fekete bárány vagy. Igen, igen. Akkor viszont valamit már értetek? Ezen a megértésen keresztül kellene még több megértés felé haladni. Meglátjátok, hogy egymást festjük feketére vagy fehérre. Kell ez? A valóságnak nem csak 16,7 millió színárnyalata alata van, nem jóval több. Milyen szeretnél lenni? Én több évtizedig tartó körpályán voltam, amíg vissza nem értem a családi mintázatok újbóli meglátásáig, és hogyha nem haladtam volna meg azokat sokszor, akkor nem tudnék úgy visszatérni most egy olyasféle társadalmi helyzetben, amit elvállaltam, hogy jó lelkiismerettel tenni. Mert akkor tényleg az apai, anyai, nagyanyai, nagyapai mintázatok robotisztikus követője lennék. Jókon volt arra, hogy ezeket ne vállaljam el, ezeket a karmákat, de ezt csak akkor tudod te is meghaladni, hogyha látod, hogy miért születtél oda. Először el kell ismerni és birtokba kell venni azt a karmát, amit te odahoztál, és a szülők, a családi környezet tudatosította benned, hogy te ki vagy. Ha ez jól esett, akkor úgy, ha nem esett jól, akkor úgy. Ha fehérre festettek, te voltál a család szemefénye, akkor úgy, hogyha állandóan negatívan minősítettek, akkor feketére festettek, és akkor úgy. De ezek a perspektívák pont annyit érnek, mint amennyire tiszták azok a tudatok, amelyek részt vesznek ebben. Akik alkotják és aki befogadja. Az, hogy az embert esetleg nem érti a környezete, sajnálatos. Az, hogy az ember nem érti saját magát, az tragikus. A megismerés, az lehet az avatár, a személy megismerése, ez nélkülözhetetlen de azt is érdemes megismerni, amely a személyen túl van. És érdekes módon, ha ezt a meghaladót megismered és tapasztalod, ebből kiindulva, erre alapozva a szemét is, az avatárt is jobban tudod alakítani. Mert helyes nézőpontból látod. És a nemes nyolcrétősvény egyik nagyon sarkalatos pontja a helyes nézet. Ezt sokan az elejére teszik, amikor a szenvedésből való kivezető utat tárgyalják. Az én tapasztalatom szerint ez az utolsó, nem az első. Mitől lenne helyes a nézet? Mitől? Ott van még az a rakás karma. Először meg kéne tanulni helyesen cselekedni, mondjuk valakitől, helyesen beszélni, helyesen élni, helyesen erőt kifejteni, helyesen gyakorolni. És amikor ezek már mind helyesek, akkor a nézet is, a látás is helyes lesz. Te ne foglalkozz mások véleményével. A működéseddel foglalkozz, hogy valójában a beszédednek mi a következménye. Az érzelmeid, gondolataid, tetteid miért hoznak létre. És ekkor vagy a valóság talaján. Úgyhogy jó helyre jöttél, hogyha színtelen szintelen bárányt szeretnéd megtalálni, amely aztán bármilyen színű lehet, csak óvatosan azzal a gyapjúval. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Mi a meglátásod a sportsérülések okozta testi fájdalmakról? Lehet-e ez valamiféle karmikus dolog, ugyanis nem jött rendbe évek múltán se, sőt, olyan fájdalmakat hordozok, amit nem sikerül megoldanom? Akkor a sportsérülés mögött nem csak a sport van, a sport folyamán jött ki, és ez azt mutatja, hogy a tudatban valami nincs a helyén ez nem egy olyan szomatizált karma, testre levitt lélektartalom, mint mondjuk az állandóan idegeskedő férfi esetében a gyomorfekély, vagy a állandóan a múltjába vesző nő esetében a pajzsmirigy daganat, ugye? Itt volt egy köztes terület, ez a sport, ahol a lélektartalom egy sérülésben szépen megmutatott valamit, és hogyha a gyökerét nem húztad ki az azonosulás síkjából a lélekben, akkor az újra termeli a fájdalmat, már úgy, hogy a sport nincs is a színen. Ilyenkor azt javaslom, hogy lásd túl magán a történésen, és belül kérdezd meg, hogy mi ez, honnan jön. És a meditáció azért hasznos, mert hogyha a tárgyatlan tiszta tükör meditációt eleget gyakorlod, akkor a tárgyas nagyon-nagyon tiszta lesz. Világos okozati eredményeket fog mutatni, remény és félelem nélkül, torzító mező nélkül. És akkor meg fogod látni, hogy valójában mi történt a lélekben, amely lefordította a lélek fájdalmát testi fájdalomra, hogy végre vedd észre, hogy végre foglalkoz vele. És ez itt nem áll meg. Azzal, hogy ezt testre levitted, azzal még csak elindítottál egy körfolyamatot, ami a lélek és test állandó jelzés, észrevétel. Újabb jelzés, újabb észrevétel. Fájdalom, kicsi enyhülés, gondolkodás, megint fáj, és a többi. Ez az a körforgás, ami, ha eredménytelen, nagyon fásultát tudja tenni az embert. Úgyhogy ezért kell megállni és a kör közepére állni, ahol az okozatiságnak a gyökere van, és megkérdez, hogy mi ez, honnan jön, és nem mozduló, nem gondolkodó tudattal figyelni, hogy melyik lesz az a puzzle darab, amelyik az üres helyet pontosan kitölti. Ehhez egy óriási bátorság kell. Hogy jöjjön, aminek jönnie kell, ha az oda pontosan gondolkodás nélkül passzol, akkor az az. Az a hiányzó láncszem. Ezért nagyon sokat kell dolgozni. Néha látsz ilyen hegymászó filmeket, és az utolsó 100 méter a 8848 méteren, az néha másfél óra. És előtte följött 8748 métert tengerszint fölé. És az utolsó 100 méter. Ennyi. Hogy hónapokat dolgozott az alaptáborban, tanulta, a jégcsákánynak a használatát, a kötélnek, a karabinernek, a mászólétrának, mindenek a használatát. Tehát ahhoz, hogy följelen a csúcs, és az utolsó kőkemény száz métert megtegye, hónapok, évek munkája van benne, és ezt azért mondom, hát én szeretném mindegyik mosolyogva viszont látni, motiváltan egy következő gyakorlaton. Ezt csak úgy tehetem, hogyha elmondom ennek a működését. Hogy te ne higgy olyat, ami nincs benne. Ne hidd azt, hogy ez mahakalpákig tart, ilyen millió évekig szenvedünk, ez nem így van, de olyan sincs, hogy instant megvilágosodás, és egy hétvége alatt te teljesen ilyen patyolat tisztára stafírozod magadat, mert az sincs. Kicsit több rálátás. Kicsit mélyebb őszintesség. Rájönni bizonyos hosszan keringő karmák középpontjára. Onnan tudod, hogy jó gyakorolsz, hogy nem mozdul közben a tudat. De ez már eredmény, ezért meg kell dolgozni. Köszönöm szépen. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy én a feleségem már 14 éves koromban ismertük meg egymást. Wow. Köszönöm. 18 éves korunk óta vagyunk egy pár, ennek 20 éve. Az igen. És nem tudok magamra külön állóként tekinteni. Mi hát ennyi év után egy. meg is lepne. És viszont az utóbbi időben úgy alakult a helyzet, hogy én, én teljes mértékben boldognak érzem magam is teljesnek. gyérű családom van, két gyermek, minden, ami kell. És a feleségem pedig pont ellenkezőleg ő úgy érzi, hogy elveszítette magát. Akkor valamire nem figyeltél? Hát hogyan lehet az, hogy egy 20 éve együtt élő családban nagyon korai karma manifestációjával 14 éves korban találkozni, 18 éves korban házasodni, ez egy elképesztően erős korábbi karma. Hogy hogyan nem vetted észre, hogy a feleséged egyre boldogtalanabb? Ez hogy történt? Hát benne ő, egy rendkívüli megfelelési kényszer van. Bennem meg nincs. És esetleg kiegyensúlyozásra történt kísérlet, hogy életem most pont ennek ne felelj meg. Te most úgy jó vagy, ahogy vagy, most te ne csináljál semmit. É, persze, igen. És akkor mi az, aminek még mindig meg akar felelni? Nem, nem, tudom igazából. Jó. Kicsit úgy érzem, hogy mintha minden jót én kaptam volna az élettől, ő pedig, ő pedig a terheket kapta volna. És de... nem adta tovább a jót neki, és nem vettél le a terheiből? De, de próbálom. Nem elég. Ez az első rossz szó. Ne próbáld, csináld. Oké. Okay. Úgy Valamit érzem, hogy, nem hogy észre. túl sokat vállal. Olyan dolgokat vállal, amire nincs szükség. Miért vállalja? Azt nem tudom. De hogy nem? Jobban kell tudnod, mint ő. Az a jó férj. Jobban ismeri a feleséget, mint saját maga. Ez ő... visszafele is úgy kell, hogy legyen. Nők hamarabb végrehajtják ezt. Van bennünk egy különbség, mert én, én nagyon hatékonyan szeretem csinálni a dolgokat, ő meg nagyon maximalista, egy ilyen bultózár. Fantasztikus párosítását, így szoktak űrrakétákat föltalálni. <laughs> és. és, és én, én akkor szeretek foglalkozni dolgokkal, amikor annak eljön az ideje. Ő meg minden, ami elé kerül, azt rögtön, rögtön meg kell csinálni. 20 éve éltek együtt, ezt így ízlelgetem, tehát ez, az, ez egy fantasztikus időszak, és minden tizedik év környékén van egy válság. Ez minden nagyobb elkötelezettség esetében így van. Úgyhogy nagyon egyszerű, miben segíthetek, teszed fel ezt a kérdést, és nem fogadod el mindig a válaszát rá, hiszen nagyon jól ismeritek egymást, és ha egy újabb megfelelési kényszer indulna el, ha egy újabb önbeteljesítő játszma teljesen jó indulatúan, de elindulna, akkor azt mondod, hogy édesem, erre nincs most szükség. Látod, hogy ez hova vezet, mi nem ezt szeretnénk. És a Végső mondat, itt mindig az, ami a kezdetben már igaz volt, hogy ezzel a megfelelési kényszerrel te nem vagy azonos. Ezt te teremted. Ne legyél a saját teremtésed következménye. Hát nézd meg, hogy milyen a tudatod, a lelked akkor, amikor még nincs megfelelési kényszer. Ez minden karmára igaz. Ez az, hogy tér vissza a gondolkodás elé, tér vissza a karma teremtése elé, tér vissza az eredeti tiszta önvaló állapotába, mielőtt bármely avatár megjelenik, mielőtt bármely karma megjelenik. Ezzel tudod segíteni. Segítsd is. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy ma divatos nagyon az asztrológia és sokan gyártanak asztrológiai képletet. A zen hogy viszonyul ehhez? Mit mond erről? Hiszen asztrológia is nagyon régóta van, és használták, használják. Hát ez több ezer éve divat. Hát csak a káldeusokra, hogyha megnézed, egyiptomi papok meg szerették volna jósolni a Nílus áradását, mert a mai napig ugye a Nílus áradásától függ Egyiptom legalábbis mezőgazdasága, de több minden, mint mezőgazdaság. És amikor Babilonból, ugye Perzsiából elhozták ezt, akkor ez volt a feladat. És a káldeusok ugye így örökölték ezt. Nagyon sokféle szignatúra tan van. Az asztrológián belül is ugye a nyugati, a kínai, a kínaihoz hasonló tibeti, a perzsa, és a nyugatin belül is nagyon sokféle értelmezés. A szignatúra tanok itt nem állnak meg, van íris elemzés, van, aki a hátadnak a redőzetéből megmondja, hogy neked milyen testi problémáid vannak. Az ajurvédikus diagnosztikában a körmödnek a csatornáit nézik meg, amellett, hogy a nyelved színét és a hallójáratodnak így messziről az állapotát. Ezek mind leírások a karmádnak, a leírásai, amelyekben amit most mind elmondtam, három közös dolog van. Nem teljes, tehát részleges. Közvetett, mert nem közvetlenül látott, hanem egy rendszeren keresztül. És tökéletlen, mert pontosan annyit ér, amilyen tiszták a benne résztvevő tudatok, akár úgy, mint leíró, akár úgy, mint olvasó. A zen az másodlagos helyre teszi ezt, hiszen a saját eredeti tiszta tükrödben kéne látnod a karmádat, nem rendszerfüggően, és nem más személytől függően. Tehát amikor azt mondom, hogy nem támaszkodom az írásokra, zenés alapelve, akkor ezeket a deskripciókat, még hogyha használtam is, magam mögött hagyom, és közvetlenül ebben a pillanatban nézem meg, hogy a lélekben mi van. Milyen karma mozdul? Mi az, ami ott honol a mélyén? mégis az önmegismerés folyamán nagyon sokat segíthet egy jó képlet. Miért? Mindenki kíváncsi arra, hogy miért született oda, akkor és azok közé, ahogy az megtörtént. És a szignatúra tanok, hogyha helyesen gyakoroljuk a hagyományt, akkor erre adnak egy részleges, rendszerszerű, közvetett és nem tökéletes magyarázatot, amely viszont még mindig lehet több és jobb, mint amit mi tudunk magunkról. És hogy ez miért lehetséges egyáltalán? Hogy miért van a makrokozmosznak és a mikrokozmosznak ilyen szintű kapcsolata, hogy ledöbbensz egy jó képleten, hogyha ezt valaki tiszta tudatú közvetíti feléd? Az azért van, mert a léleknek, amíg testben van, addig van gondolata, érzelme, érzékszervi hatása, emlékezete, megkülönböztető tudatossága. És ezt az azonosulás által megkötve karmát és énséget hoz létre. Amikor a testből kilépünk, akkor a karmánk irányvektorai, a vágyunk és a dühünk, negatív és pozitív irányvektorok, azok meghatározzák a következő születésnek a körülményeit. Tehát amikor ezt meglátjuk, hogy milyen képlettel születtünk le, akkor azt is megláthatjuk, helyes nézet esetén, hogy milyen karmát hoztunk le. Hiszen a kettő egymást feltételezi, ahogy hallottad a bevezetőben, ha ma meghalsz, milyen testet kapsz? Még egy lépés, ha ma meghalsz, hová születsz újra? Kikhez? Milyen körülmények? Ugyanaz a kérdés. Magyarul a karmát függvényében születsz újra egy adott helyen, időben, környezetben, családban, társadalomban. Magyarul az önmegismerés része, hogy mi az, ami téged idehozott, hogy magyar test, magyar társadalom, magyar nyelv, magyar család, stb. Mi volt ez? És innentől kezdve a tárháztudatod és a megkülönböztető tudatosságod együttműködéséből kialakul a személyiség. Emlékekkel bírsz, jó és rossz polaritással bírsz, azonos és különböző paraméterekkel bírsz, és ezt egy képlet le tudja írni, hogy te milyen lélektartalmat hoztál le. Azt viszont nem tudja leírni pontosan, hogy mit csináltál vele. Hát a képlet az olyan, mint egy fénymásolónál az induló készlet. Kaptál egy ilyen adag tonert, kaptál egy ilyen adag papírt, és elkezdesz vele dolgozni. De hogy mit másolsz azon a gépen, az nincs benne. Hogy te hogyan döntesz ebben a pillanatban, az eredetileg nincs benne. És karmádra való rálátásod függvénye, hogy te mennyire tudatosan döntesz, és a karmáddal való nem azonosulásod függvénye, hogy te mennyire vagy szabad. Hát akinek a képlete által nagyon megjósolható az élete, az nem szabadult meg a karmájától, hanem nagyrészt csak manifesztálja, és hogyha valaki nagyon megjósolható, akkor a saját karmájának az automata pilótáját követi. Tehát minél jobban elérted a megszabadulást, annál kevésbé érvényes rád a képleted determinisztikusan, és egyre inkább csak megmutatja azt a nyersanyagot, amelyet te szabadságod mértékében és felelősséget tudatában átdolgoztál valami mássá. Két példát mondok. Az egyik Sákjamuni Muni Butha maga. Hát azért a védikus asztrológusok sem voltak éppen gyöngék. Több ezer éve csinálják, és elképesztően pontosak. Sákja az azaz Gótama szidárta születésekor, megmondták apukának a képlet láttán, hogy itt most vagy világuralkodó, vagy világmegváltó lesz. tehát vagy kifelé fog menni, és úgy fog uralkodni, vagy befelé fog menni, és úgy fog uralkodni. És apuka minden áron az expanzió, a ksatria, külsődleges uralkodás felé vitte volna a gyermeket, aki az első Szaturnus ciklusának ugye vége felé 28 évesen így összeomlott, mert belül apa nem engedte látni azt, amit neki látnia kellett volna. Pont attól tiltotta, amitől nem kellett volna tiltania, és ezért mondjuk a gyermek természetes fejlődésének óriás jelentősége van. Találsz egy királyfit, aki nem akar megfelelni apukának, és az ő általa támasztott követelmérendszernek, Azért, mert érzi, hogy más a sorsa, másra hivatott. Ő nem világuralkodó és nem világ megváltó, hanem a világ világossága lett, mert megvilágosodott, és ezzel meghaladta a képletet. Viszont csinált valamit, tanított. És a tanítása által elterjedt a tan az egész világon. Tehát világot megvilágosító tant terjesztett. És így beteljesítette a képletet egy nagyon magas szinten, amelyet se apuka, se az asztrológusok így nem láttak előre. A másik példa egy méhész. Egy kínai uralkodó nagyon félt attól, hogy lesz riválisa, és megbízta a hadsereget és az asztrológusokat egyszerre, elég jó párosítás, hogy találják meg azt az embert, aki pont ugyanakkor született, mint ő, mert akár abból is lehetne egy kínai császár. Mindenképpen meg kell találni, és esetleg beszélni vele, hogy mondjon le erről a szándékáról, és akkor a jelenlegi uralkodó, amely szerintem egy kicsit önbizalomhiányban szenvedett, biztonságban érzi magát. És megtalálták, kérdeztek, és tudakozottak, és meglett az ember, egy hegyen lakott, és nagyon sok méhkaptárja volt. És ő volt a méhek királya és nem volt uralkodói ambíciója, mert amikor megtalálták és kiderítették, hogy pontosan akkor született, mint az uralkodó, akkor körülnézett, és azt mondja, hogy nekem ez a királyságom. Nagyon érdekes ez, de a képlet csak a magaddal hozott karmádat írja le, ez is éppen elég segítség lehet, de ez csak egy deskriptív oldal. A generatív oldal, mint például a zen, megmutatja, hogy hogyan teremted azt a karmát hogyan teremted újra azt a karmát, hogyan haladod meg azt a karmát, és hogyan szabad varrod és adsz és veszel belőle. Tehát a tudat általi teremtettségét mutatja ki a zen minden karmának, amelyet többek közt az asztrológiai képlet is leír, nagyon jól, ha tiszta. Tehát megmutatja, hogy a lélek mit hozott magával az összes korábbi inkarnációjának az identitásaként, a summázataként. Úgyhogy, ha így nézed, akkor ebben a kontextusban a képletek hasznosak, mert nem használod őket arra, amelyekre nem kéne. Tehát nem kéne jóslásra, determinizmusra, majd én megmondom ki, vagy. Ezek ilyen tipikus szemléletbeli hibák, amelyet még fejlődni képes emberek elkövetnek. Úgyhogy én kívánom azt, hogy ha tudod a képletedet, akkor járj a helyes úton. Ha nem tudod a képletedet, akkor is járj a helyes úton. Mert lehet évek óta, egy négy-öt éve igazából ugyanazokat az élethelyzeteket, szituációkat vonzom be, így a társkeresésben. És azt szeretném kérdezni, hogy ezeket én idézem újra magamnak elő, vagy ez a karmám, amit én meg kell élnem? Mobil alkalmazást kell váltani. Szerintem az algoritmusok áldozata vagy komolyra fordítva a szót, hogyha ugyanazt a karmát bocsátott ki mindig a külvilágba, akkor nagyon hasonló társakat vagy jelölteket vonzol be. Ha magadon változtatsz, akkor a vonzás törvényének az értelmében a bevonzott férfiak is változnak. De hogyha te nem változtatsz magadon mélységében, akkor mindig hasonló, vagy csak a felszínen más és a mélyben azonos problémákkal és erényekkel bíró társat vonzol be. Ez neked egy felszólítás, hogy ha hó, ho, itt bent valami keményen ugyanaz, mint négy-öt éve. Én azt szeretném megkérdezni, ö, elhangzott egy mondat tőled, nem biztos, hogy teljesen jól tudom idézni, de ez engem nagyon megérintett, szíven érintett, ö, a szertartás alatt hangzott ez el, hogy aki nem képes feladni saját magát, ez nem képes tisztelni a a párját. Ez így és van. nekem az lenne a kérdésem, hogyha esetleg, nem esetleg, de hogyha van egy törökvésem, hogy a gyakorlásban ezt az önfeladást, ezt az önmeghaladást, ezt el tudom érni, akkor hogy tudom ezt mondjuk egy párkapcsolatra? Ugyanazzal a lelkiismeretességgel és tisztasággal, ami a kérdésedet létrehozta. Tehát nem különleges, csak kicsit fókuszáltabb az a tudat, tehát az önfeladásnak, szimmetrikusnak, kölcsönösnek kell lenni, egyenlő nem lesz, itt nincs egyenlősdi. De kölcsönösnek és szimmetrikusnak kell lennie, különben azt érzed, hogy te mindent adsz, és a másik pedig alig viszonozza. Közhely, hogy a párkapcsolat egy kölcsönös tanulás. De ha nem az, akkor valami más lesz, és az borzasztó. Tehát amikor kimegy az érték a kapcsolatból, mert nem lesz kölcsönös tanulás, éntelenedés, és az egymás oltára előtti meghajlás, akkor valami egész más lesz belőle. Tehát a felszínen egy párkapcsolat, egy házasság nagyon sokféleképpen működhet. De a lelkek mélyén a közvetlen találkozás az nagyon egyszerű. Tehát plusz vagy mínusz, adunk vagy veszünk. Egymást gazdagítjuk, vagy egymást raboljuk ki. Segítjük egymást, vagy akadályozzuk egymást. Ezek pillanatról pillanatra világosak, csak rá kell nézni. Úgyhogy az a jó, hogyha ez kölcsönös, és az elején pedig a baj kölcsönös. Tehát néha azt kell látni, hogy érzed azt, amit én? Nem érzed, akkor valami baj van. És néha a legegyszerűbb, legvilágosabb dolgnál kell kezdeni, ahhoz, hogy magasabbra lehessen jutni. Tehát ez nem lehet egyoldalú. Az emberben van az éppen ilyen. Kétféle változata. Az alanyi egyévváló az azt jelenti, hogy ha te szomorú vagy, akkor én is szomorú vagyok. Ha boldog vagy, én is boldog vagyok. Éhes vagy, veled együtt éhezem. Szomjazol, veled együtt szomjazom. És ezt át kell élni, ezt tudni kell. És a másik a tárgyi odaforduló ilyenség, amikor ha te szomorú vagy, én megvigasztallak. Ha szomjas vagy inni adok neked, ha éhes vagy enni adok neked, ez az odaforduló, kiegészítő, magyarul komplementer minőség. Ezt is tudni kell. Most már látod a kettő közt a különbséget. Na a kettőnek az egyensúlyából feláll a párkapcsolat dinamikája. Mikor érzed azt, hogy az oldalára álltál, és egy irányba mentetek, még ha helytelen volt akkor is, mert egy irányba kell menni? És utána pedig szembefordulsz vele, és szembeállsz, és tükrözöd, és kiegészíted. Olyat nem hallasz egy alkoholfüggő ember feleségétől, hogy jó, van szívem, menjünk együtt a kocsmába. Azt hallod, hogy nem menj a kocsmába, ne igyel! Rossz dolog! Azon már rég túl vagyunk. Hát teljesen világos, hogy a férfi jónak gondolja, vagy már nem gondolja sehogy se csak függ. A nő pedig próbál ugye szemben állni vele, és egy tankot megfékezni egy drótakadálya. Nem fog menni. Tehát van olyan, hogy a párkapcsolatban, a családban olyan szorosan fogjuk a másikat, és annyira szemben állunk vele, hogy ez nem derül ki, hogy végig az oldalán kéne állnunk. Hibázod, gyere? Hibázunk együtt. Azonyomban visszered, Miért? Mert akkor te is elköveted. És ez nem egy hamis önfeláldozás játék. Ez egy reflexiós tükröző játék. És akkor tudod tanítani. Akkor a tanítás visszatér a párkapcsolatba, mert nem beszélünk egymás feje fölött ilyen félmorális abstrakciókat, hanem a tapasztalattal tanítjuk a másiknak. Fáj? Akkor nekem is fáj. És akkor eljuthatunk oda, hogy ha nekem fáj, akkor esetleg már neked is. És ez az együttérzés alapja de nem a csúcsa, még tovább lehet fölfelé menni. Hogy mielőtt fáj neked, az előtt még abba hagyom. És akkor minden oké. Okay. Mielőtt kimondod, hogy szükséged van rá, már ott van. Mert érzem, hogy szükség. Meg se kell szólnod, ott van. Felesleges, mondhatod, ezer évig akkor se fogom megcsinálni. Miért? Mert szeretlek, azért. Tehát idáig el lehet jutni. Csak merj közösen menni, és akkor a tanulás visszatér, a tükrözés visszatér, az együttérzés visszatér. Oké? Okay? Az előző kérdésre adott válaszhoz szeretnék kapcsolódni, és ezzel kapcsolatosan a saját életemre értelmezni, vagy lefordítani ebben, ha segítenél. Ha a párkapcsolatban csak az egyik fél az akkor az előbbi példát, hogy álljak mellé, és sibázzunk együtt. Azt hogyan értelmezzem, fordítsam. Mibe fáradtál bele? Nem az a elméd keres. fáradt bele, a szíved fáradt bele. A gondolkodásod friss, az érzelmeid ki vannak merülve. Mibe fáradtál bele? Egyedül akarásba? Egyedül, egy párkapcsolatban nem lehet akarni. Miért egyedül akarsz valamit? Miért nem a pároddal együtt? Hát ott az ő szabad akarata, hogy melyik úton megy. Hát azon az úton, amikor a gyűrűt egymásra húztátok, akkor... Nem húztuk. Hát valami csak volt. Ez a babám, költözzünk össze, jó van. Legalább a küszöbön átvét. Na, szóval a lényeg az, hogy, hogy ilyenkor meg kell nézni, hogy mi a kapcsolat iránya, mert egyedül nem megy egy kapcsolatban egyedül nem megy. Az, hogyha te gyakorló vagy és nem, ez egy sokadik részletkérdés. Általában nem kell, hogy azonos hagyományban gyakoroljanak, sőt, még az sem kell, hogy az egyik csinálja, a másik pedig nem formálisan a dolgokat. Legyen meg a lélekkapcsolat, legyen meg a tudati közösség, és az elég. De valami módon tisztítsa meg a tudatát, hogy legalább a minőségek hasonlóak legyenek, hogyha a férfinek ehhez az kell, hogy gyufás katujákat szépen kinyitva, a gyufák fejét levágva, egy ejfeltornyot ragasszon össze a gyufaszálakból, akkor ő ezt csinálja, és így tisztítja a tudatát. Ez az instrumentális meditáció, a tárgyas. Hát valami módon ezt el kell érni. Miért? Ha csak az egyik dolgozik a minőségein, akkor a másik előbb-utóbb kisebbségben érzi magát, mert több hibát fog elkövetni. Nem fog úgy kapcsolódni. Hát nem azt kell mondani, hogy szívem, voltál már meditálni valahol? Én kinyitom neked a Google-it, én megmutatom, te neked meg menned kell, mert hogyha nem zen, akkor majd valami más. Akkor ilyen bergengóciai meditáció, ugye? Tehát nem kell itten húzni-vonni ezt a vonalat, mert akkor elidegenedik tőle. Motiváld. A motiváció nagyon jó. Ugyanis nincs olyan minőség, amit ne lehetne fejleszteni, nincs olyan hiba, amit ne lehetne kiavítani. Tehát, hogyha hibázik, akkor azon keresztül, hogyha erényes, akkor azon keresztül, de itt tényleg lehet együtt menni, és végképp nem a formák vagy a meditációs iskolák szintjén. De ha kifejezetten káros, hogyha egy pár ugyanabba a közösségbe jár, mert előbb-utóbb valakinek inkább igaza van. És ez így nem jó. De az együtt járók is megtanulhatják azt, hogy nem beszélnek róla, csak csinálják együtt. És ez nem csak a meditációra igaz. Tehát az élet olyan területeit kell szükségszerűen elkülöníteni, hogy neked ez a dolgod, neki az a dolga. A kettő egy bizonyos felületen találkozik. De nem másztok bele egymás dolgába. Az egyik őtök ezt csinálja, a másik ótok azt. Az előnyök, az eredmények kölcsönösek, a tevékenység kizárólagos. És ezzel nincs baj. Úgyhogy legyen minőség, és nem ragaszkodunk a formához. Oké? Okay? Tessék az energiát valamiből újra termelni, mert ez így nem fog sokáig menni. Oké? Okay? Szívesen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ez a karma, ez mikor indul el? Ez a karma te? Ez mikor indul el? Engem az érdekel, hogy mikor áll meg. Tehát elindult már te életeken hát, keresztül ott ketyeg alattunk, mint egy leállíthatatlan V8-as, mert szeretjük a V-architektúrát, mert nyerő, iszonyú erős. Olyan hát, nyomaték van abban a karmában, te hogy elindult. Hihetetlen. Ez a fokozat nélküli váltó fölfelek. Nagyon erős. De hogyan állítod meg? Tehát okosan kell ezt a motor, te úgy, hogy szembe mész hát vel az autópályán, azért, hogy Tudjuk, nem. hogy hogy indul el akkor a megállítása is talán könnyebb. E, nagyon jó. Hogy indult el a karmát? Ezt szeretném megtudni, hogy, hogy, ez szükségszerű. Tehát volt olyan állapotunk, hogy nem volt, aztán valami történt és lett, vagy így teremtettünk, vagy... vagy... Tehát, hogy így ez... Erről mondaná valamit. Na, így áll meg a karma. Amikor elkezdesz gondolkodni, akkor elindul újra. Amikor követett tettekkel, akkor pedig ötösbe kapcsol. Hát visszatérsz ide, minden karma megáll. Kimozdulsz innen, minden karma elindul. Visszatérsz a nem cselekvésbe, nincs mozdulat, nincs keletkezés, nincs megszűnés. Cselekszel, Karmát hozol létre a gondolat, az érzelem, a beszéd és a fizikai tettek szintjén, az érzékszervi hatások szintjén, kialakul a múlt-jelen jövő egyenese, a ciklusok, és így jön létre a karma, mert a tudatunkkal megteremtjük. Amikor nincs tudat, nincs gondolkodás, nincs dualitás, megáll a karma. Beindul a gondolkodás, és az összes többi csatorna megjelenik a karma. Tehát volt valaha nem karmánk. Vagy Most van olyan, hogy nincs karmád? A valaha nem segít rajtad. Ezt értem. De nem eléggé. Még mindig az intellektusodnak hiszel, majd megütlek, aztán majd ennek hiszel. Azt igen, ezt Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés?